Elmez. A zsűri, mondhatom, nagyon nehéz helyzetben volt. Nem mondom meg, hogy ki volt, mert nem szabad őket megverni utána. Harmadikként rangsorolták Pápát és Mohamedet. Kérjük őket, hogy egy üveg pezsgőért, bár a vallás tiltja Mohamednek, de hát a pápa biztos, hogy megkortyolgatja majd. Tehát Pápa és Mohamed, kelet felé tessék. Egy üveg pezsgő, tehát nekik, a Istvántól kérem, adja át nekik a pezsgőt. Majd maradjatok is itt fönn. Másodikként a zsűri Piroskát és a Farkast választotta. A Farkas nagyon elfáradt a futás közben. Burger Zoltánt kérem, hogy egy üveg pezsgőt tegyen oda a kis kosárkába. És a mai jelmez győztes a 2010-es szilveszteri futáson a Mentősök csapata lett. A Kastélypark Klinika kölcsön adta mára. Hétfőn nem ebbe fognak menni a betegekért, megígérték. És Horváth Zoltántól átvehetik az üveg pezsgőt. Másodikán már nem fog hatni, úgyhogy nyugodtan mehet, ha valaki másodikára van kiírva egy műtétre. Gratulálunk, álljatok oda a egyház és a Piroska mellé, egy csoportképet csinálunk. Itt vannak tehát a 2017-es tatai szilveszteri futás jelmez győztesei. Köszönjük, hogy itt voltatok, köszönjük, hogy bevállaltátok a jelmezt, boldog új évet nektek, a mi egészségünkre, és igyátok a pezsgőt éjfélkor. És akkor következik a tombola sorsolás. Elsőként